Köszöntök mindenkit a Camp Nou-ból, következik a Barcelona-Manchester City mérkőzés az E-bajnokok ligája 6. fordulójában. A lényegi kérdések eldőltek, de hát mégiscsak egy rangadó ez. A Manchester City már biztosan ott lesz az EBL 8-at döntőben, a Barcelona pedig csak az Európa Liga 16 között folytathatja majd tavasszal. De hát meglátjuk, hogy hogyan búcsúzik a Barcelona ettől az EBL szezontól. A Manchester City pedig hogyan hangolódik majd a 8-at döntőre. Én az utolsó forduló az EBL-ből egy Barcelona-Manchester City rangadóval búcsúzik a csoportkör, és a Barcelona is az idei EBL-től. Jöjjön a BL himnusz, aztán maga pedig a mérkőzés. Imént van a Barcelona kezdő 11-je a mai mérkőzésre. A kapuban természetesen Ter Stegen véd, majd Alba, Koundé, Araujo, Roberto, a védelemben Pedri, Gavi, Kessié, a középpályán pedig a Depay, Lewandowski, Dembélé hármas kezd majd a Barszában a mai mérkőzésen, úgyhogy ezért egy elég erős kezdő ez így is. Meglátjuk, mire megy ezzel a Barcelona majd a Manchester City-vel szemben. Hát a Barcelonának tényleg az a zsinórban két vereség plusz a római pontvesztés az végzetes lett. Úgyhogy ugye a Galata ellen sem tudott nyerni a Barcelona hazai pályán, ugye 0-0 lett annak a vége. A Manchester City azonban ugye úgy indított azt az EBL csoportkört, hogy kikapott a Barcelonától otthon, legutóbb pedig a Rómától, de hát közte ugye 9 pontot szerzett, és így már megvan a továbbítás a Citynek. A csoport elsőség az viszont ugye kérdéses, az nyerni kell majd Barcelonában a Citynek. Ettől függetlenül egy eléggé kísérletező kezdő ez a Citynél, Delap, Álvarez, Palmer, Elő Ortega, a kapuban kezdő Wilson, Esbrand, illetve Lavia is. Meglátjuk, mire megy majd a City. Nézzük a mérkőzést. Barcelona, Manchester City az E-bajnokok ligája csoportköréből. A 6. fordulóban az utolsó mérkőzések egyike. És akkor indulhat is útjára a labda. Ebben a pillanatban a City kezdte a játékot. Foden az, aki rögtön megindulhat ezzel, és Depay hiába üldözi fél Fodent. Jordi Albára vezetheti rá. Foden? Foden még mindig. Lassan a 16-oson belül jár már. Foden még. Ez lassan lövő helyzet, inkább be középre, ott van Álvarez előtt a lehetőség, és Gavi végül, aki megoldja, Araujo hátra Gavinak, Gavi pedig Ter Stegent választja, aki meg előre íveli a labdát. Lewandowski fejed ide, Kessié. Ő elrugja, Depay a játékszer, Depay. Depay, ez is jó, Lewandowski, sarokkal hagyta ott, Depay újra. És kiugratja ott Pedrit, óriási labdát kap Pedri, és oda lövi Ortega kezébe a mérkőzés első helyzete. Pedri lövését azonban védte Ortega kapus Rodri. A labda Palmernek, és ezzel már is kontrázhat a Manchester City együttese. Palmer vezeti rá Koundéra, Palmer még középre, Álvarez ígyszerben. Álvarez lövése, óriási tvétel Stegen. A City is válaszolt, még az Álvarez révén az előző Pedri lövésre. Ter Stegen csak kiüti a szöglet, nem merte megfogni a labdát, Foden. A csorgó után még Rodrinál van a labda, Rodri teszi le, Delap. Ott van Laporte. Laporte tolja beér, Jordi Alba mellett Laporte, és aztán éleszögből, az viszont már beérhetetlen, dobhat a Barcelona. Pedri. Koundé. Jordi Alba. Depay. Pedri. Depay megint. Lewandowski. Akanji. Becsúszik Depaynak, és szabadrúgásra jöhet így a Barcelona. És Akanji itt kap is egy sárga lapot, a mérkőzés első sárgája. Na nézzük Depay szabadrúgását. Barcelona jöhet tehát a 18. percben. Depay messziről lő egy nagyot, és ezt védi Ortega. Akanji, ne Ortega védett a Róma ellen, és legutóbbi fordulóban azt a meccset is közvetítettük, ahol eldőlt ugye Róma győzelmével a Barca kiesése. Rodri, Álvarez. Jó labda Palmernek. Palmer teszi le, jön Foden. Nagy labdát kap Delap, és zicserbe kerül, Delap lő, és óriásit véd Ter Stegen, nem, Delap magától lőtte föl érdek szerint, hogy hát úgy, hogy nem ért hozzá Ter Stegen. Kirugás, óriási zicsert hibázott el Liam Delap. Sergi Roberto. Dembélé,
Dembélé még tartja csak a labdát a francia. Araujo. Araujo óriási hiba, és aztán egyből lő Delap. Ter Stegen azonban ezt sem csapja be. Koundé. Jordi Alba. Kessié. Jordi Alba. Depay. Lewandowski indul a türesbe. Depay íveli. És ez így Laporte. Lavia. Eladják a labdát. Manchesteriek. Lewandowski, Pedri. Gavi. Pedri kapná vissza. Akanji. Jól ért oda. Lewandowski. Akanji. Laporte. És Rodri már. Palmer kapja ott a szélem. Palmer, Jordi Albára vezeti rá, Palmer középre, Rodri, a becsúszás, és most már Koundé. Jordi Alba. Jó volt a csel, Pedri, Jordi Alba újra, Koundé, Kessié. Lewandowski. Lewandowski, és jó a labdaszerzés a Citynek. Mindig ott van, és végül szabadrúgás lesz majd. Lewandowskinek ment oda a játékvezető elmondani, és a Kanji most már elvégezte. Lavia. Eladja a labdát Lavia, Kessié. Lewandowski. 2-2, eddig a kaputtal átlövések aránya. Dembélé. Zicserben. Dembélé. Még egy jó cső. Dembélé beteszi középre. Hát inkább a lövés kellett volna választania. Foden. Alvarez. 42. perc, óriási labdát kap most Palmer, és törhet 1-1-ben kapura, Palmer zicserben, Palmer, és ott a gól. Vezet a Manchester City a Camp Nou-ban, Palmer a gólszerző, él a bizalommal, és a 43. percben megszerzi ezzel a vezetést a City. 0-1. A gólszerző Palmer. Hát itt az első félidő slusszpoénjaként, tehát gólszerző a Manchester City, és vezet a Camp Nou-ban. A Barcelona ellen az EBL címvédője. Cole Palmer. 0-1. És hát egyedül egy szép búcsú. Ez kicsit távol kerül most a Barszától. Lewandowski. Lewandowski még. Egyedül viheti Lewandowski. Az agyzicer már Lewandowski gól. 1-1. Hát akkor még egy slusszpoén az első fél idő végére. Kiegyenlít a Barcelona. Hát itt a végén látunk két gólt. 1-1. Döntetlennel megyünk a szünetre, de nem 0-0-val. Lewandowski gyorsan válaszol. Egyenlít a Barcelona. És Lewandowski azok után, hogy az Etihadban bevette a Manchester City kapuját, most a Camp Nou-ban is gólt lő a City ellen. Egyenlít a Barcelona. Robert Lewandowski a gólszerző. Jöjjön akkor. Elkezdődött tehát a második félidő, Barcelona Manchester City 1-1. Az E-bajnokok Ligája csoportkörének 6. fordulójából. És a második félidő tehát elkezdte. A Barca együttes ide már a Citynél a labda, érkezett többek között Bráfa Citybe, és kapus poszton is változtatott a Barcelona itt az utolsó EBL meccsén a Barcának Tenyászvéd. És hát ezzel a mérkőzéssel készült az Európa Ligára, ugye a Barcelona, egyébként a Róma már 2-0-ra vezet a Galatasarayén, ez volt ott a félidő a másik meccsen. Palmer közben messziről, nem volt veszélytelen ez a kísérlet, de mellé. Hát úgy néz ki, hogy hiába esik ki a Barcelona az EBL-ből, a címvédő Manchester City meg hiába jut tovább, egyedül a City úgy néz ki nem bír az E-bajnokok ligájában a Barcelonával. 2-1-re nyert ugye az Etihadban a Barca, most pedig itt 1-1 az állás, ugye vezetett ugye a City, de hamar jött rá a válasz. Pedri, nagy labda Fatinak, de az még úgy lesz volt. Stones. Cancelo. Braf. Itt már a Róma ellen is láthattuk. Ott is kikapott a City, most egyelőre itt döntetlen rá. Palmer jól csinálja meg, és most már vezetésre áll újra a City. A Palmernek jó meccse van. 2-1-re vezet a Manchester City együttes az 57. percben. Palmer góljával ismét tehát a City vezet itt a Camp Nou-ban. 1-2. Tenyászt pedig góllal avatja fel Palmer, Koundét kicselezi, ellövi a labdát ott Palmer, és Tenyász lába alatt átsúran a labda. 2-1 tehát. Barsz a Manchester City javára. Lewandowski. Ferran Torres. Walker szereli. Volt csapattársát, hiszen ugye Torres is játszott rövid ideig a Manchester City-ben. Torres. Visszateszi. Lewandowski. Szabadrugással jött majd a Barcelona. 60. perc. Ez pedig majd Pedri végzi el. Pedri tehát, az jónak tűnik. Azonban a kapujából Ortega.
vált be egyébként többek között Manchester City együttesébe. Alvarez. Indulhat Julian Alvarez, jól csinálja eddig. Koundé, az jó Palmernek. Palmer messziről, és nagy ötvéd Tenyász. Palmer az újabb góljára hajtott. Tenyásznak meg megvan az első védésére, de Palmernek nem lesz újabb gólja, hiszen ő jön le. De Bruyne kapja meg a bizalmat helyette. Akanji fejjel, ez meg elmegy a kapu mellett. Tenyász kipasszolja csak. Jordi Alba belenyúlt egyet. Kessié. Kessié az eladott labda, Bráv. Felemen ide Bruyne tovább. Újabb hiba, Alvarez. Alvarez a 16-osan belül, és Tenyász fogja meg. Még közel volt megint a City a gólhoz, Pedri. A második fél időben azért annyira nem volt helyzete itt a Barcelonának. Torres gyönyörű a váltás, ott Lewandowski-val. Stonesra vezeti rá Lewandowski, visszacselez inkább Lewandowski! Jól csinálta, Ortega tölt ki. És lejön Alvarez, Erling Haaland is játszik egy jó 20 percet a Camp Nou-ban. Miközben Kessié egyenlíthetett volna, de Ortega újabb ragot mutat be. Araujo. Gündogan. Csak ahhoz képest, hogy a címvédő City legyőzésével kezdte a Barcelona ezt az EB-t, jött a Galata elleni vereség, aztán a Róma elleni hazai vereség, a római döntetlen. Aztán utána ugye hazai pályán döntetlen a Galatasaray ellen. És pedig itt a City ellen is úgy néz ki vereség. Lewandowski teszi le közben, Fati hosszan tolta meg, és Ortega végül, aki meg tudja fogni a labdát. Rodri. Haaland. Bernardo Silva kapta meg. És így elmehet Alba mellett. Bernardo Silva Koundét is kicselezi. Ott a gólhelyzet, és Erling Haaland az első helyzetét kihagyja ezen a meccsen. Mellélődte a norvég Tenyász, rúgta ki Koundé már. Kessié. Ugye kiarcolt egy büntetőt, amit Depay lőtt be az első meccsen. Gavi, olyan nagy labdát adott Kessié neki, Gavi már kevésbé Lewandowskinak. Aztán utána a Pókfoci után megszerezte a labdát a City, De Bruyne. 83. perc, Barcelona Manchester City 1-2 továbbra is. Bernardo Silva fejli le Gündogannak. Rodri a labda. Rodri tovább, De Bruyne. Haaland. Jól csinálja Haalandot a többiekkel. Haaland még, ez helyzet. Haaland lő, óriás itt ment Koundé. 2-1-es Manchester City vezetésnél. Jön tehát a szöglet, és hát így úgy néz ki, hogy a City győzelmével akár ezt a csoportot meg is nyerheti. Így várhatja az EBL sorsolását. A Barcelona pedig először nem éri ugye nálunk tovább, túl a csoportkört. Ezben Fatit nézzük, mert ez még lehet helyzet. Lewandowski leteszi, Ferran Torres, alányes Lewandowski, amire kifejelik. Tavaly negyed döntőben, előtte az elődöntőben, azt megelőzve meg a nyolcad döntőben ért véget a Barcelonának az EBL, de sosem esett ki a csoportkörben. Most nálunk az Európa Ligában láthatjuk tavasszal a katalánokat. Lewandowski, akár a Fradi ellen is, az majd kiderül a sorsoláson. Fati még. Fati rálövi. Jó a blokk, még mindig ott van. Lewandowski veszi át. Lewandowski ellövi. Gól! Kiegyenlít a Barcelona a 95. percben Robert Lewandowski. Nem tudta megnyerni a Manchester City. Hát ez a semmiből jött most. A 95. percben még ott volt a labda a szélen, Lewandowski rálőtte éleszögből, és Ortega ezt nem tudta védeni. 2-2. Itt van Lewandowski, megtolja, ellövi, és még az egyenlítőből belefér a Barcelonának így. És úgy esik ki az EBL csoportköréből a Barca, hogy a címvédő City ellen nem kapott ki. Barcelona-Manchester City 2-2, ezzel ér véget a mérkőzés.